A befőzés fő időszaka a nyár, hiszen ekkor érik azoknak a gyümölcsöknek és zöldségeknek a nagy része, amiket tartósítani tudunk. Júniusban a kamrába kerülhet az eperlekvár és a cseresznyebefőtt, a ribizli lekvár és a vegybefőtt. A soproni piacról Ciráki Viktória jelentkezik. Viktória, mi van ott nálatok, mit lehet most kapni a piacon? Van-e olyasmi, ami a ti régiótokra mondjuk jobban jellemző, mint az ország más részére? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Ha az időjárásból nem is derül neki egyáltalán, hogy nyár közepén járunk már, akkor van egy csalhatatlan jelen, nevezetesen, hogy a háziasszonyok polcaira már felkerültek az eperlekvárok és eperdzsemek, most pedig már újfajta gyümölcsök kerültek a soproni piacra. Látható például megy, ami nagyon finom és igazán alkalmas nem csak a befőzésre, de például az aszalásra is. Ahogyan megtudtam a kereskedőktől, egyébként ez az úgynevezett érdi bőtermőfajta és egy igazán ízletes fajtájú megy. Azt is mondták róla, hogy némileg édeskésebb, mint a többi fajta, úgyhogy a friss fogyasztásra is kifejezetten ajánlották. Ezen kívül kapható még cseresznye is. Erről azt tudtuk meg, hogy már nem a kifejezetten korai fajtájú fekete szemű cseresznyéről van szó, hanem ez már egy ilyen középtermésű cseresznyefajta. Ez is kiválóan alkalmas úgy a friss fogyasztásra, mint a tartósításra is, és ebből a legfinomabb, azt mondták, hogy a befőtt, tehát érdemes befőttet készíteni belőle. Kapható ezen kívül áfonya is, erről gyakorlatilag annyit tudunk, hogy a legfinomabb, hogyha frissen fogyasztjuk, de lekvár is készíthető belőle, és igazán nagy szeműnek tekinthető ez a fajtájú áfonya, amit most a soproni piacon kapható. És tehát, ahogyan megyünk tovább, most már megjelentek az őszi barackok is, ebből két fajtát hoztak a kereskedők ide most. Van ez a nagyobb szemű, ami egy sárga húsú őszi barack, illetve kapható egy némileg apróbb, de ízletesebbnek mondható fehérhúsú őszi barack is. És hogyha már a befőzésről van szó, akkor mindenképpen érdemes szót ejteni a sárga barackokról is, hiszen ahogyan mondják, a sárga barack a lekvárok királya. Szerintem a legtöbb háziasszony ezzel kezdi a befőzési karrierjét, úgymond, hiszen ebből igazán könnyű elkészíteni egy nagyon finom lekvárt vagy dzsemet. Ebből is két fajta kapható most a soproni piacon. Itt a Lajos Mizsei látható, ami egy apróbb szemű fajta. Ez egy nagyon ízletes, édeskés fajtájú sárga barack, illetve kajszi barack, de van egy világosabb színű, amiről azt mondják, hogy illatosabb, ez is magyar fajta. Én azt javaslom, hogy akkor kezdjünk is hozzá a befőzésnek, válasszuk a piacokat, ahol az igazán finom házias ízeket elérhetjük a magyar fajtájú gyümölcsökből. Ciráki Viktória, köszönjük szépen! Az időjárás különösen kedvez az erdei mezei gombák növekedésének, nagyon sokat találni most. Aki nem gyűjt magának egy erdei túra alkalmával, az a piacon bőséges mennyiséget és választékot is találhat. Részletek jönnek Dorkó Zsuzsannától Egerből. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Itt az Egri piac csarnokban hétfőtől szombatig tartanak ingyenes gombavizsgálati ügyeletet. Ez most különösen aktuális, hiszen az időjárás nagyon kedvez a gombatermésnek, és hát nem csak az ehető gombákat találhatjuk meg az erdőben, hanem a mérgezőeket is. Úgyhogy minden esetben hétfőtől szombatig itt az Egri piac csarnokban, ha magunknak gyűjtöttünk, akkor vizsgáltassuk meg a gombát. Egyébként hazánkban több mint 200 olyan gombafaj él, amelyik étkezési szempontból jelentős. Itt az Egri piacon sárga róka gombát kapni, van nyári vargánya, mezei szegfűgomba, nagyspórás csiperke és fenyő tinóru is. Egyébként a gomba egy igazi szuper élelmiszer, nagyon gazdag fehérjében, kedvező az aminósav összetétele, alacsony az energiatartalma, magas a víz és élelmirost tartalma, és nincs benne koleszterin. Kiváló A és B vitamin forrás, és nagyon magas a D vitamin tartalma. Sok benne a szelén, a kálium és a vas is. A gombák nagy többsége antioxidánsban is annyira gazdag, mint például a paradicsom. Lehet, hogy sokan nem is gondolják, amikor fogyasztják a sajátos ízvilágú kalapos ételeket, hogy erősítik az immunrendszerüket, tisztítják az érrendszert, szabályozzák a szervezet glükóz háztartását, és hozzájárulnak az izomműködéshez is. Sok gombát lehet
tartósítani, például szárítva is eltenni, kiváló ízesítésűek, de nagyon sok fajtája pedig akkor fogyasztható, amikor frissen leszettük. Most is zajlik itt a gombavizsgálat az egri piacon, érkeznek és hoznak gombákat, akik maguknak gyűjtötték. Készültünk néhány példával, hogy mi az, amit gyakran össze lehet téveszteni. Például a gyilkos galóca összetéveszthető a galambgombával, a pöfeteg az áltriflával, két galóca, a párduc galóca és a piruló galóca is gyakran összekeverhető, illetve komoly és gyors mérgezési tüneteket okoz a susulyka, amit az apró mérete miatt a mezei szegfű gombával szoktak összetéveszteni. Az étkezési célra gyűjtött gombákat minden esetben vizsgáltassuk meg gombaszakértővel. Érdemes tehát szakember tanácsát, segítségét kérni. Dorko Zsuzsannától köszönjük szépen. És hát nyáron is, amikor amúgy van friss zöldség, azért ilyenkor is népszerű a savanyúság is. Több szempontból most lehet kapni a szezonálisan is legfinomabbakat. Hogy ilyenkor melyek a legnépszerűbbek a piacokon, azt már is mutatja nekünk Bakos Norbert esztergomból. Norbert, én még annyit tennék hozzá, hogy mostanában, ugye gombáról volt szó az imént, és mostanában már a savanyított gomba is megjelent, vagy legalábbis számomra ez egy újdonság, de hát nyilván nem egy klasszikus, de hogy van-e nálatok például olyasmi is? Hát gombát itt most körbenézve nem találok, savanyított gombát, de majd utána kérdezzünk itt a tulajdonosoknál. De egyébként jól mondod, szinte már bármiből lehet, nagyon sok mindenből lehet savanyúságot készíteni. Talán a klasszikus és a szezonális az most a kovászos uborka. Ennek a szezonja kezdődött el, több ismerősömtől is hallottam, hogy már az első adagot el is készítették, és persze itt a piacon is megjelentek már a friss kovászos uborkák, vagy éppen lehet készen is kapni, de persze nyilván alapanyagnak is be lehet szerezni. De aztán ha tovább haladunk, nagyon sokféle fajta savanyúságot lehet találni, szinte megszámlálhatatlan a mennyisége, ha ott csak olyanokat mondok, hogy bébi kukoricától kezdve, ugye a töltött zöld paradicsomon keresztül a csemege dinnyén át, még csemege szilvát is lehet kapni, tehát mindenki megtalálja a saját magának megfelelő ízlést is. Például most céklából egy picit hiány van, hiszen a cékla majd júliusban fog teremni, és utána majd szépen el fogják tenni, és újra megjelenik majd a friss cékla, hiszen a céklát is lehet savanyított formában is fogyasztani. Ami nagyon fontos egyébként, hogy a savanyúságokban az eljárás alatt megmaradnak a vitaminok, úgyhogy nyugodtan, bátran lehet ezeket venni, és ha már itt tartunk, talán a kollégám majd mutatja, vagy már mutatta a savanyított káposztát, hát a savanyított káposztában pedig a legjobb és legtöbb C-vitamin talált, egy nagyon jó C-vitamin forrás, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlom, akár ugye így savanyított formájában is enni, de sokan nyilván viszik, akár töltött káposzta alapnak is. Aztán, hogyha megyünk tovább, akkor megtalálhatunk például olyan dobozos savanyúságokat is, például jalapeno paprikából, itt ezt mindjárt mutatom a kollégámnak, vagy ha ide följön, akkor már is ő mutatja önöknek, amit szintén nagyon szeretnek, és ezt is nagyon sokan szeretik, akár sült húsokhoz, hát ugye a grill szezon is jön, és nyilvánvalóan a grillezés mellé is azért jól jönnek ezek a fajta különlegességek, úgyhogy bőven van választék, és hamarosan természetesen a nyáron érnek majd az újabb zöldségek, amikből készülnek a friss, finom savanyúságok. Bakos Norbert, köszönjük szépen.